Amikor a biztonság szimmetrikus, vagyis amikor a hatalom az biztosítva van, hogy az állampolgár jogtalanul nem használhatja fel az információkat, de az állampolgár is biztosítva van arról, hogy a hatalom se használhatja fel az ő információt jogtalanul. Márpedig ezen a bizonyos állampolgári kártyám, mintha a kisgyerek egy persejben gyűjti a zseppénzét, de a persejnek a kulcsa az a szülőknél van, és csak a szülők használhatják fel az összegyűjtött pénzét. Gyakorlatilag mi tulajdonképpen fogunk kapni egy olyan csipkártyát, ami ráadásul még intelligens kártya, tehát még utólag a rajta lévő programok, illetve a rajta lévő információk is manipulálhatók azáltal, aki hozzáfér. De mi? Na most megfogalmazzuk azt, hogy mik lennének egyáltalán egy ilyen elektronikus választásnak a követelményei. Ezt itt 6 pontban leírtam, hogy a választási jogosultság hitelesítése, egyediségnek a hitelesítése, a helyesség, tehát hogy nincs egy információtévesztés benne. Általában erre szokták kiélezni ma a biztonsági problémákat. Ugye a verifikálhatóság, a titkosság, az, hogy senki sem azonosíthatja az egyéni szavazatot, hogy nem párosítható szavazat a szavazóhoz. Ezeket a dolgokat primitív, egyszerűen kriptográfiai protokollokkal ki lehet védeni. És a 6. pontra felhívnám a figyelmet, ami egy nagyon fontos, ahogy mondtam, hogy a biztonsági rendszereknek a leggyengébb láncszeme az emberi tényező. Az emberi tényező azért, mert nem csak arról van szó, hogy embereket korrumpálni lehet azért, mert pénzéhesek, hanem embereket különböző eszközökkel meg lehet fenyegetni, félelemben lehet tartani. Az amerikaiak szokták mondani, hogy van az a pénz, tehát végül is mindenki sarokba szorítható, akinek módja van ezek felett az eszközök felett valami fajta rendelkezéssel élni, hogyha az nincs biztosítva megfelelő protokollal, hogy azt nem lehet emberi manipulációval módosítani. A másik pedig az, hogy a választási hajlandóságot növeli, hogyha a szavazáshoz egyszerű eszközöket használunk, és olyan minimális készségeket igényel, tehát intelligens, ugye itt jön be a Turing-teszt, olyan eszközöket lehet kialakítani egy ilyen e-választási, e-szavazási rendszerbe, amik annyira egyszerűen hozzáférhetők, hogy egyrészt könnyen kezelhető, másrészt otthonról is elérhető, a világ bármely részéről elérhető, nincs szavazás, hanem ugyanolyan kemény biztonsági protokollja van, hogyha valaki Angliából szavaz magyarországi választáson, mint hogyha Magyarországon szavaz, ha otthon szavaz, vagy hogyha bemegy az önkormányzathoz, mert nincs otthon hozzáférése, nem probléma. Ez a rendszer kidolgozható. És felhívom még egy dologra a figyelmet, a 2015-ben, vagyis idén 3,4 milliárd forintot költenek az e-kártyára, és utána felmerő rendszerbe 2016-tól minden évben 2,1 milliárdot költenek. Ez van a kormányhatározatban. Ha ezt a pénzt, majd ott összefoglaltam, az e-kártyánál sokkal fontosabb ilyen hálózati projektekre, mint az e-oktatás, a távmunka, az e-demokrácia, ezek sokkal előbbre valók, mint az e-kártya. Mellesleg ezek a rendszerek, technikájukat, szoftvereiket és alkalmazás technikájukat és biztonság technikájukat tekintve nagy átfedésben vannak, tehát nem összeadódnak a költségei, hanem egymásra tudnak ezek a technikai apparátusra építeni. Nem kell különböző terminálokat venni ahhoz, hogy egy elszavazáson részt tudjak venni, vagy pedig egy távoktatásban részt tudjak venni. Itt igyekeztem felsorolni azt, hogy mi minden előnye lenne annak, ha valóban megvalósítanánk a szimmetrikus biztonságot és a valódi elválasztási rendszert. Ugye először is, amit kezdetektől fogva próbálok itt sugalmazni,
hogy egy valóban szimmetrikus és egyenszilárdságú rendszer jönne létre. Az egyenszilárdság az a mérnöki tudományokból származik, az azt jelenti, hogy nincs gyenge pontja, vagy gyengébb pontja a rendszernek, hanem vagy egyformán gyenge az egész, vagy egyformán erős az egész. A szimmetrikus viszont nagyon fontos, ez azt jelenti, hogy nem lehet visszaélni egyik irányban sem az adatokkal. Nem lehet feltörni úgy, hogy valaki, ugye, mint ahogy megcsapott a vonalat, vagy betör a rendszerbe, teljesen fölösleges, mert nincsenek, mert ezek a protokollok biztosítják azt, hogy sehol nincsenek azok az információk egy az egybe leolvasható formába, amik, és a hozzáférés védelem az biztosítja azt, hogy illetéktelenül ne lehessen hozzáférni. Tehát ez nagyon fontos, azért van az első helyen. A másik az, hogy ellentétben azzal a mérhetetlenül drága módszerrel, amit most alkalmazunk, a papír alapú választások és szavazások, aminek rengeteg problémája van a biztonság szempontjából is, de van egy borzasztó nagy anyagi problémája, függetlenül attól, hogy kivágják a fákat azért, hogy papírokat használjanak fel. Hát a kezelése, a nyomda technikája, ez hozzájön, hogy a számlálás, begyűjtés, összeszámoljuk, jól számoltuk, újra számoltuk. Ez a rendszer, felválasztási rendszer, ha ezek a protokollok működnek, akkor gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor a szavazás lezárul, akkor egy másik gomb megnyomásával tökéletesen, és ugye ma már egy statisztikai programot megnyomni, amelyik egy oszlopdiagramot megcsinál, az nulla ideig tart. Tehát gyakorlatilag a lezárás után 10 másodperccel vagy 1 perccel ott van a végeredmény. És az tökéletesen biztonságos végeredmény, nem kell újra számolni, nincsenek tévedések, nincs az, hogy a szavazó körzetben nem tudom én hány tagú bizottságot kell elrendelni, akik figyelik azt, hogy nem rosszul dobta-e be, nincs az, hogy nem a karikába rakta az X-et, stb. Tehát gyakorlatilag anyagilag is, költség szempontból is, és az egész kezelés technikája. Ennek ám van egy nagyon nagy jelentősége az, hogy ezt nem csak az országos választásoknál lehet használni, ha egy ilyen rendszer kiépítésre kerül, attól kezdve megvalósíthatjuk korszerű eszközökkel azt, amit Svájcban régen nem korszerű eszközökkel megvalósítottak, hogy ott évente sok-sok népszavazás van, ott rengeteg népszavazást tartanak, mert ott próbálnak demokráciát játszani. Ezzel gyakorlatilag bármilyen témában, bármilyen körben, ugyanazzal a technikával, ugyanazzal egyszer kellene elkészíteni. Adják ide azt a 3,4 milliárdot, amit az e-kártyára idénre szántak, és megcsináljuk azt a rendszert belőle, ami egyszer és mindenkorra az összes közvéleménykutatást és az összes választásokat és szavazásokat le lehet bonyolítani. Nem kell választási iroda sem, mert gyakorlatilag nincs semmifajta, hogy mondjam, tétje annak, hogy szavaztatnak olyan dologba embereket, ami esetleg nem tetszene a választási irodát. Mert legfeljebb azt mondják, hogy nem veszük figyelembe. Nem kerül pénzbe, tehát technika nem kerül, ha már elkészült, nem kerül pénzbe. Természetes módon alkalmazható az online szavazás, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs helyhez kell. Fülkék vagy helyiségeknek, ahova el kell gyalogolni, tehát megnövekszik a választási részvételt, mert nem teljesen mindegy az, hogy egyetlen egy napon ki van jelölve 12 óra, amikor reggel 8-tól vagy 7-től este 7-ig be kell menni egy szavazófülkébe, és ott sorbaállás, vagy nem tudom én, miután le kell adni a szavazatot. Megjegyzem egyébként, hogy 2014-ben a külföldi szavazók, kivéve a határon túliakat, akiknek lezserül megengedték, hogy egy levelet küldjenek el, és már szavaztak is, például Londonban, vagy Angliában, a londoni nagykövetségre kellett utazni mindenkinek, akinek még Londonba is nagyon nagy utazást igényelt, hát hogyha nem Londonban lakott, ahhoz, hogy ő szavazhasson. Megint csak arra hivatkozok, amire a kolléga úr volt az előbb bátor fölhívni a figyelmet, hogyha nem is bűncselekmény, de minden esetre az állampolgári jogok csorbítása, mert ugye szavazó és szavazó között, szavazat és szavazat között nem lehetne különbséget tenni. Itt pedig nagyon is ezzel a mai technikával óriási különbségek vannak. Ugye ebből következik, hogy könnyen biztosítható az otthoni szavazás, az, hogy a protokollok alkalmazhatók a helyi szavazókörzetekben is. Tehát gyakorlatilag ugyanazzal a protokollal, ugyanazzal a biztonságtechnikával, ugyanazzal a eljárással lehet otthonról szavazni,
ha valaki nem tud, akkor bemegy a szavazókörbe, vagy a ismerőséhez, vagy akárhova, nem lehet visszaélni vele, és gyors, és olcsó, és hatékony. Ugye ezt itt utolsó helyre írtam, de hát azért nem elhanyagolható, hogy az e-szavazás lebonyolítási valamennyi költségbe kerül, de az minimális, ráadásul nem kell minden egyes szavazáskor újra és újra előállítani a rendszert, mint ahogy például a kérdőíveket elő kell újra meg újra állítani, a szavazókörzeteket újra meg újra be kell rendezni, újra meg újra oda kell embereket rendelni, stb. Tehát ezek az előnyök, ezek most a szószoros értelmében megfizethetetlenek, nem ez a lényegük, hanem az, hogy az demokrácia, az állampolgároknak a szimmetrikus biztonságát és a valódi demokráciáját biztosítja egy adott társadalomban.